A Tűzöltő utcai gyermekklinika kedvezményezetje annak a jótékonysági árverésnek, amelyen a Ferencvárosi labdarúgó és edzőikon Dalnok Jenő műtárgy hagyatéka kerül kalapács alá. A legendás mester több korszakban is ült a zöldfejére kispadján. Hát róla beszélgetünk most játékosaival, Muha Józseffel és Bánki József Dodival. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát kezdjük ott. <köhem> egy nagy hagyatékról van szó, és majd beszélünk a hagyatékról is, de kezdjük magával Dalnoki Jenővel, hogy kinek, kinek a saját játékos karrierje szempontjával mit jelentett a mester. Józsi. Hát azt hiszem, hogy én, mint rangidős, kettőn közül nekem kell kezdenem annál is inkább, mert én előbb találkoztam Jenő bácsival, voltam játékosa, és voltam kollégája is, miután elkezdtem az edzői szakmát. Hát reggelig lehetne mesélni róla, igyekszem én a lényeget megragadni. Szerintem a Ferencváros egyik emblematikus figurája volt, aki ráadásul képviselte azokat a hagyományokat, ami a fradizmusra jellemző volt. És játékosként is, aztán később edzőként is szerintem maradandót alkotott a Ferencváros történetével. Tehát külön a két karriert hasonlítani, hogy melyikkel, ha mégiscsak sorba kéne tennünk, hogy melyikkel tett valamennyivel többet hozzá a Ferencvároshoz? Nem. Szerintem, szerintem, szerintem volt a játékos és az edzői igen, igen. Mert azt tudni kell a fiatalabb generációnak, mondom, mert az idősek azért, az idősebbek azért képbe vannak, hogy ugye itt az 50-es, 60-as évekről beszélünk, de az 50-es éveket nem tudjuk kikerülni, amikor is uh, ugye az akkori politikai politika Ferencváros tönkre akarta tenni. És, uh, és szétszették a csapatot, Jenő volt az, aki, aki végig játékosként is elkötelezettje volt a csapatnak, és nem hagyta cserbe játékosként. Aztán később edzőként is, tehát azért mondom, hogy hogy egyenrangú uh, uh, dolgokat uh, csinált a Ferencváros történetében. Tehát nem lehet a kettőt elválasztani. Uh -huh. uh, Mind a két, mind a két szerepébe szerintem szerintem legendásot alakított. Nagyon fontos kérdés mindig egy kitűnő futbolistánál, hogy kiből és miért lesz utána ugyanolyan rangban kitűnő edző is. Na most az ő esetében miért alakult ez így, gondoltak? Mm, nagy futbolistából nagy edző lett. Én, én, én csak egy mondatot. Én szerintem. Többé-kevésbé, de inkább többé, mint kevésbé mindenki olyan edző lesz, amilyen karakterű játékos volt. Szent meggyőződésem. Jenő bácsi ugye egy, egy fegyelmezett, azt is lehet mondani, hogy nem volt nagyon tehetséges, de az akaratereje, a munkába vetett hite szerintem tükröződött az edzői valitásaiba is. Tehát nem, Jenő nem volt puha valójában? Nem. Dodi, hogyan kezelte például a hasonló vidám, jókedvű, némiképpen bohém, tehetséges futbalistákat a mester. Hát Bucos tudja jól, hogy elég érdekes volt a mi viszonyunk, és én voltam itt a, a, a és Akciós Házban, és láttam a kiállítását, állandóan kapacitált engem is, a Boruss Centerben találkoztunk, a pályán kívül, szinte mindenben megérthettük egymást, a pálya, pálya már nem annyira, tehát a pályán kívül majdnem mindig úgy váltunk el, hogy az összes kompszomolistát egy biciklivel kihordjuk az országból amikor meg a pályára, a fociról volt szó, akkor hát akkor hát más volt. Na, aztán mindig mondta, hogy hát bárki te, te vagy az én állom futbalista, mert már tudtam, hogy valami itt nem stimmel, és mondom, hogy Jenő bácsi, úgyhogy úgy, hogy álmomban ne elő. Hát körülbelül, ilyen volt a viszonyunk, de, de, mondom, amikor vége volt a pályán kívül, meg, meg bárhol találkoztunk, egy véleményen voltunk. Hadd tegyem hozzá, bocsánat, hadd tegyem hozzá, ugye én kollégája is voltam, és legendás vannak egyébként. Hát, ja. De a lényeget szeretném mondani, hogy sokan félreismerték Jenő bácsit, mert, mert azt gondolták, hogy akit kipécézett magának, azt nem szereti. Fordítva volt a dolog, tehát általában azzal foglalkozott, akit kedvelt. Tehát azokat a játékosokat állította pellengére, és ennek az volt az oka, hogy, hogy ugye a legendás mondás, hogy ne elégedj meg azzal, ami, ami vagy, hanem, hanem törekedj azzal lenni, ami lehetnél. Lenni. És ezt szerette tehát volna. Tehát ki magadból, ami, a, pontosan, a, a, tehát ami lehetnél. A ja, maximumot. Ja, maximumot. És uh, én miután kollégája is voltam, ugye Vépi volt a pályáedzője, én voltam a másik segítője, tartalékcsapat vezetőedzőjeként, Hát a Dodit kifejezetten kedvelte. A Dodi akkor nem nagyon érezte ezt, mert, mert akkor, akkor játékos és edző viszony volt közöttük. De én én meg a Jenő bácsival kollégális viszony, viszonyban voltam. Nem tudom, hogy, hogy szabad-e például egy sztorit mondani. Ugye szabad. ez is leg legendás, hogy amikor valamelyik mérkőzésen vonult ki a csapat, akkor a Jenő bácsi oda ment a játékvezetőzés és megkérte, hogy most ne futva menjenek a kezdőkörbe. A játékvezető nem értette, hogy miért, hát azért, mert a bánki mire, mire kiérnek, el fog fáradni inkább, sétáljanak ki. E, és van hát, még számtalan... úgy, hogy a játékvezető, meg a Pécsen játszott. Dodi, <laughs> te, szóval te, szeret, te, te szeretted a, 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 az öregnek ezt a stílusát, hogy rajtad köszörüljön a nyelvét, vagy Lidérsz nyomásból hát sokszor Hát akkor voltam, amikor rólam beszéltem, persze akkor ekkora volt a fejem de amikor más, akkor megsírtam a rögést. Hát például a kül külföldi túrák. Hát, hát mesélte, hogy voltak ugye Brazíliába, és mondták, hogy hát Jenő, most ez, ez, ez nagyon kemény, a garincsát kell fognod. De érdekes, ne törődjetek vele, azt mondja, nem fogjátok eljönni, három hónappal kinyitom az újságot, és azt olvasom benne, hogy Karincsa elkezdte a könnyített edzéseket. <súrg> Na könyvös, <súrg> <súrg> a elő, a sírtunk, hát ez volt a hát sírtunk, olyan hangulatot, és annyira így vágott az agya. Mert meg, 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 az a lelkiség, amit a Fradival, tehát örök Fradista marad, mert elásta például a két liter boré elásta a Springer szobrot. Hát igen, amikor amit beszéltünk megmenti. arról, hogy, hogy 50 évek, meg beszéltünk Egyen. arról, hogy, Egyen. hogy hűség, meg beszéltünk arról, hogy a hagyományőrzés, hát nem csak a hagyományt, hanem hát gyakorlatilag ugye a lángot, a szobrot őrizte. A lángot, őrizte. É, és ha úgy volna, akkor tulajdonképpen még a szobornak is ott kéne lenni ebbe a, a hagyatékban. De ebbe a hagyatékban nagyon sok minden van, akkor, akkor itt pontosan tudtátok, napos téma volt akár vele is, hogy neki a futballon kívül van egy ilyen másik szenvedélye mondta, is. persze, persze, azt mondta. Így van, igen. Mindig Ennyire én most nekem ideig nem volt időm a galériába elmenni, de, de egy-két napon belül biztos, hogy megteszem. A Dodi most megmutatta, hogy, hogy mik az aukciós tárgyak. Ennyire részletesen azért, azért nem tudtuk. Tehát a hazafias érzelmeiből fakadóan azt tudtuk, hogy Petőfi kéziratok, versek, a különböző, ott nemzeti, van különböző nemzeti érzelmű tárgyak vannak a birtokába. aztán a legendás az természetesen. De én most ezt átlapoztam, tehát ilyen porcelánok, meg meg ilyen, ilyen képzőművészeti tárgyakról én speciál nem tudtam. Igen, ez a Falk Miksa utcában van, és csütörtökön lesz az, az árverés, de... Jó, Tifoncsiára megy a család. Ann, annak idén a, a, ő beszélt is róla mindig, hogy vagy ezt vettem, vagy azt vettem, Igen. vagy ezt szereztem, vagy Igen. amikor külföldre mentetek, akkor, akkor is, ha valamit talált, vagy nézelődött, ugye alapvetően magyar érzelmű és magyar kötődésű műtárgyakat gyűjtött, de akkor, akkor erről mindig tudtatok. Mindig tudtunk és igazából mi, mi, mit gyűjtött legszívesebben? Minden ez Mindet. a futballmániás ember. Mindent, hát ugye Petőfi, Petőfi, az mindent és mindenkit megelőzött. A, hát ahogy mondani szokták, a hazáért és a Ferencvárosért mindent meg. Tehát ez a, ez a kettő motiváció, és egész életében ez volt. Akár egyszer kacsánként <susz> voltunk például, ott elkezdett szegény, egy szegény felvidéki ember, talán Cipszer is volt, ott elkezdett rákóczi beszélni, kb. 5 perc után leállított a Jenőbács, hát, a, 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 a saját beszélne. Uh -huh. hát én, én rengeteg, meg, meg, amikor elmentünk Svájcba, a külföldi túrák, ugye a szervettel játszottunk, Kárherc Rumenig, először ilyen utána a hertájzője is volt, ismertető. Hát nem most vertem meg éppen a, most a, nem akár, hogy a, a Bayern nincs, tudom, ezek, játszottunk, erre Jenő bácsi azt mondja, hát gyerekek, ha ezeket nem veritek meg, hát itt a legjobb futballista a most. Nah, éjjön, éjjön, éjjön. Éjjön, 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 éjjjön, Visszatérve erre egy mondatot, ugye legendás barátság volt, minden ellenkező éreztelésre szemben a Csikarral, a Karcsi bácsival. A Karcsi bácsi is hajlott a művészet felé, és ők, ők nagyon jó együtt tudtak ilyen értelemben dolgozgatni, és ugye a legendás ecseri piac, tehát ezekre a Jenő Tangó. bácsi járt, a tangóra, Uh, Át a csikar, a Karcsi bácsi keresztül is, tehát vele, vele együtt is. De mondom, a kérdésedre válaszolva, ennyire részletesen én, én nem tudtam erről a gyűjtői szenvedély. De nagyon fontos dolog szerintem, amik hogy a futballban ilyen koponyák meg ilyen kultúremberek legyenek, hát ha belegondolunk, mondjuk Sir Alex Ferguson, aki az észak-amerikai polgárháború nagy ismerője és nagy gyűjtője, hatalmas könyvgyűjteménye van, vagy még Rudi Garcia jut eszembe, az Olympic Marseille edzője, aki szintén legendás arról, hogy galériája van, és nagyon szereti műtárgyakat. Hát nem tudom, lehet, hogy ma ma, ma ez kivesző félben van, vagy háttérbe szorult, nem? Igen, és éppen ezért én úgy érzem, a Tóth Potya István, Blum Zoltán, Novák Dezső, vannak legendás edzőink, de a legnagyobb hatása szerintem Dalnoki Jenő és Lakat Károly volt, és pontosan ezért, mert intellektuálisan <höhem> is le tudtak reagálni játékosokat, Lakat Kacsi Vácsi és Dalnoki Jenő is, afelé, mert hogy gyerekek azért a, a, a hazátok és a, a Ferencváros, sér mindent meg kell tenni, és a játékosok meg is tettek. És nem, nem volt véletlen, elsősorban, amit a Mucos is mondott, nem volt egy csillogó tehetségi futballistaként, de amit elért, azt mind a szívének, akaratának, és edzőként is ugyanez volt. És nem volt futballista nálunk a mi időnkben, de szerintem a tiédekben se, aki nem tett volna meg mindent a három elbetű szellemében, és ezt többek között ő, neki is köszönhető, más kérdés, hogy a családból is hoztuk, mert de, de azért azt most Most egyre. egy nagyon szép cél érdekében elárverezik ezt a gyűjteményt és ezeket a tárgyakat, de van itt egy másik gyűjtemény, am, amit, amit ti is maga, magatokba hordoztok, és azt nem hogy legalább egy olyan fontos gyűjtemény, hát ez a Dolnoki-féle e, sztori és aforizma gyűjtemény, igaz? Amiről majd itt is megvillantatok egyet-kettőt, amit a játékosai meg a kollégái e, megőriznek. Igen. Azt nem lehet elárverezni. A Dodi említette egy másik legendás edzőt, a Kalcsi bácsit, és most ide visszakanyarodok, tehát én nekem sok jó edzőn volt a pályafutásom során, de ez a két ember, a bárhova mentünk külföldre, az biztos volt, hogy múzeumlátogatás, városnézés, a, 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 az aktuális városnak a <coughs> művészeti értékei, a, a műemlékei biztos, hogy, hogy, programként szerepeltek a csapat életében. Nagyon fontos dolgok ezek. Akkor csütörtökig mindenki megnézheti a dalnoki gyűjteményt, és aztán lehet észlelni az árverésen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. köszönjük.